Szeretettel köszöntöm a Karcok Televízió nézőit innen a Ligetúti Sporttelepről. A megyei labdarúgó bajnokság következő fordulójához érkeztünk, ahol a karcagi csapat vendége a mai délutánon majd a Jászárok Szállási VSE együttese lesz. A második, a negyedik ellen azonban nem mi vagyunk előkelő pozícióban 10 fordulót követően, hanem a Jászárok Szállásiak, akik a második legkevesebb kapott góllal 22 pontot megszerezve jelenleg ezüstös pozícióban tanyáznak. A karcagiak pedig egy jó kezdés után hullámvölgybe kerültek, 3 győztes meccset, 5 nyeretlen követett. Az elmúlt 2 hétben azonban magára találni látszik Orosz István legénysége. Előbb Csépát vertük meg 3-1-re, majd az előző fordulóban Újszászon diadalmaskodtunk 1-0-ra Székely Dávid góljával. Így elkezdtünk kapaszkodni, 17 megszerzett pontunk jelenleg a negyedik helyhez elég. Gyorsan fussunk át a két csapaton, mind a két oldalon vannak hiányzók, illetve vannak nagy visszatérők is. Nálunk a kapuban életében második alkalommal a felnőttek között Fekete László, múlt héten debütált, ráadásul rögtön kapott gól nélkül. Ilyenre legutóbb április 30-án Kunhegyesen volt példa, hogy nem kaptunk gólt. Azt követő 15 mérkőzésen egyszer legalább mindig bevették a kapunkat, debütált Fekete, és lehúzta a rolót. Ma is ő kap lehetőséget, 17 esztendő sportásra, tehát érdemes lesz odafigyelni. Mezőnyben egyébként a szokásos névsor Szentannai, Orosz, Szívós, Kocsis, Kupai, Szívós Gyula, Székely, Terjék, Erdei, valamint Bukovszki. A vendégeknél pedig a kaput Paf véri, mezőnyben pedig Tari, Seres, Kovács, Sári, Petrányi, Kotka, Kaszab, Nagy, Hályos, valamint Bartók azok, akik megpróbálnak majd pontokat rabolni Karcagról. Leginkább Bartók Péterre érdemes odafigyelnünk. Bartók 10 mérkőzésen 8-szor volt eredményes, ő vezeti a házi góllövő listát, és egy igazi potenciális gólveszély. Ő játszik majd elől, előre tolt ékként. Orosz már is rááll. Őre nagyon figyelnünk kell. Nálunk Székely Dávid a legeredményesebb játékos, de nem csak a karcagi csapatban, hanem az egész megyét tekintve is. 11 gólt szerzett DVSZ-től nyáron, hazatérő támadó, aki mostanság inkább egy sorral visszavontabban játszik, eredményességét azonban ez sem nehezíti. Erdei próbál letámadni, Seres azonban tovább teszi a labdát.
Székely, amit mondottam, saját térfélről kell most labdát szereznie. Szívós Gergő kiemeli, Bukowski pedig aztán visszajátsza neki. Bukowski sokáig sérült volt, néhány hete térhetett vissza a karcegi csapatba. Szerencsére nem látszik kiújulni a sérülése. Ő is azért nagy erőssége a karcegi együttesnek. Szívós Gyula. Terjék. Nem értették meg egymást orosszal. Meg volt még a vonal előtt Pap. Igen, jó az árok szállási retesz hátul. Összesen 11-szer vették be a kapujukat. Pap azért, tegyük hozzá egyébként is, a megye egyik, ha nem a legjobb kapusa. Nehéz dolgunk lesz ellenük. Egyébként sincs gond a Jászárok szállás formájára. A legutóbbi 5 mérkőzésükből 4-et megnyertek, és csak Törökszent Miklóson kaptak ki. Ez volt a második vereségük a bajnokságban, korábban még János Hidán maradtak alul. Egyetlen döntetlenjüket pedig Tószeg ellen játszották. Szívós! Hájos. Ott hagyja nagynak. Kocsis azonban megelőzi, így nem kapja vissza. Fekete. A helyszíni tudósítók elmondása szerint remekül védett Újszászon. Határozott volt, irányította a társakat. Kijöveteleire sem lehetett panasz. Könnyen lehet, hogy kiszorítja a gócsot és belényesít is a kapuból. Erdei. Üres a hosszú, ő azonban inkább egy cselt csinál, még mindig nem teszi. Most szabadul aztán tőle. Szívós Gyula. Orosz. Osztan a védők mögé belőtt labda, érkezik a kapus, és meg is előzi Erdei Tibort. Kupai ajándékba kapja a kirúgást. Székely és Hájos. Székely nyer. Aztán pedig egy bodicek. Lehet, hogy érkezik is a mérkőzés első lapja a 4. percben. Játékvezető elektivitizi a labdát. Hát pont, hogy azt nem sikerült eltalálni. Ő is erre akar következtetni. Igen, komolyat kapott Székely. Szerencsére nincs nagy gond. Egyelőre pedig a sárga lap sem villant, csak szóban figyelmeztet a játékvezető. Meg kell várni a síp szót, ezt mutatta. Bukowski a labda mögött. Nem tekeri rosszul, Székely elől kifejelik, Terjék visszakanalazza. Erdei lő, és ebbe is belevetődnek. Bukowski. Nem tudja megjátszani Szent Annait, akinek így vissza kell lépni majdnem a fél pályáig. Legalább nálunk a labda a Szívós Gyula. Erdei. Nagy. Kicsit nagy most a kavalkád. Ebből építhet egy kontrát a kékmezes Jászárok szállás. Gyors a labda Hájosnak. Picit erősen tette Bartók, aki aztán széttárja a kezét. Egy ütem híja volt. Kocsis keresgéli a labdát, nagy nehezen megleli. Legutóbbi hazai mérkőzésen 2 bombagollal vétette észre magát, nagyban hozzájárult a Csépa legyőzéséhez. Akkor is egy a tabellán előttünk álló csapat látogatott Karcagra, és már az első fél időben kialakítottuk a 3-1-es végeredményt.
Aztán múlt héten Újszászon is már a 9. percben kialakult a vége. Jó lenne, ha ma esetleg a második félidő is egy sok gólos szórakoztató játékot hozna. Orosz. Székely lekezeli a pálya közepén. És már Bukovszkinál. Nem volt rossz az elképzelés. Nagy. Ez se jutott el a címzethez, Kotkához. Szívós Gyula. Túloldalon Szabó Tamás eltiltott. 19 éves alapembere a csapatnak. Az előző fordulóban állították ki. Nem érkezett el a kerettel egyébként Littkei sem. Pedig letöltötte eltiltását, őt 2 hete szórták ki. Jól látszik, tehát, hogy ez a kemény, harapós, masszív foci, amit játszik a Jászárok szállás, azért néha egy-két durvasággal is párosul. De mondhatnánk, hogy a cél szentesíti az eszközt egy-egy pár arcnál. Artók, mintha az ő fejéről pattant volna ki. Az asszisztens azonban azt jelzi, hogy ez bizony orosz fejéről hagyta el a játékteret. Sári bedobása után Terjéket lökik meg a félpályánál. Kovács Ádám szabálytalankodott. Mindkét csapat pontatlanabb a kelleténél. De még csak a 9. percben járunk. Lassan azért most már bemelegednek a felek. Hályos indulhat. Még mindig ő, Szívós Gergő elcsúszik, Hályos a 16-oson belül és mellé gurít. Hatalmas helyzet volt. A játékvezető pedig azt mutatja, hogy szögletrugás következik. Ezek szerint még Fekete beleért. Akkor viszont hatalmas bravúr. És egy figyelmeztető jel azonnal át tud állni védekezésből támadásba a JVS-e. Jól kanyarodik. Székely aztán előre rúgja egészen Kupainak. Bukovszki. Kifelé kanyarodik. Esélyesen volt elérni aztán. Kicsit már kell nyugodni. Csak a Törökszent Miklós kapott kevesebb gólt a Jászárok szállásnál. A Karcag viszont a legtöbbet lőtte a szezonban. Két ellentétes erő csatája tehát. Sokat mondó, hogy Törökszent Miklós le tudott minket nullázni. Reméljük, hogy a Jászárok szállási védelem ennél kicsit könnyebben átverhető lesz. Pláne itt Karcagon. Szent Annai nem tette egyből. Orosz lekezelheti. Kicsit elpattan, de senki nem zavarja, így összegyűjtheti. Szívós Gyula. Szívós Gergő. Kocsis. Kupai. Hol 4, hol 5 védővel a JVS-e. Igen, komoly az a két fal, ahogy ott
Alig néhány méterre egymástól föláll a középpályavonalon, mint a hátvéd alakzat. Kellemetlen ellenfél lesz, az már most látszik, a jászsági gárda. Orosz. És azért néhányszor bebizonyosodott már a szezonban, hogy fölállt védelem ellen gyakran tehetetlen. Erdei, Bukowski és a társak. Kell a kreativitás és a finesz. Szívós Gyula. Orosz. Ott hagyja Terjéknek, új séróval. A régivel is jól indult a csapatban, aztán azért az ő teljesítménye is az elmúlt hetekben kicsit beszürkült. Bukowski. A védők mögé kupait picit föltartják. Az ő se tanúsított túl nagy ellenállást annak érdekében, hogy elérje a labdát. Nincs kint. Hályos a vonalon próbálja meg elhúzni Kocsis mellett. Mi áll sikerrel. Szívós. Sokszor elkéri és sokszor megkapja Szívós Gyula a védelem előtt, azonban onnan nagyon nehéz egyelőre irányítani. Bukowski eladja. Bartók. Jól megtermett csatár, fölborítani sem tudják róla, viszont pattognak le a karcagiak. Kotka. Kotka cselez, kis szerencsével ugyan, de megtartja, és még mindig ő. Szentamlai és az alapvonal. Ketten együtt, kéz a kézben legyőzték Kotka Róbertet. Fekete. Nem lesz kis kirúgás. Fölrúgja. És eljut Kupaiig, akit azonnal szerelnek. Nagy. Székely. Elsőre úgy tűnt, hogy le fogja birkózni. Utána azonban látható volt, hogy kristálytisztán szerelte Nagy Ferencet. Nagy is kulcsember, csak eltiltás miatt hiányzott a elszárokszállásból. Van három gólja, három sárgája, meg egyszer kiállították. Igen aktív, 22 esztendős támadó játékos. Székely. Orosz. Erdei. Bevonják Bukowskit. Kupai lesen. És egyébként is rendkívül pontatlanul kapta volna. 15 perc játék, lepereg. Egy nagyobb jászárokszállási lehetőség, amit eddig följegyezhettünk. Hályos szólója után azonban nem talált kapuba. Alig, hanem fekete védett bravúrral. Szívós, nem tudja kinek passzolni. Nagy kár értek, ott aztán leütközi Kupait. Nem is Kotka volt, azt hanem Kaszab. Egy
Mennie kell Szabó Zsoltnak. Kaszab elbattyog. Jobb észrevétlennek lenni ilyenkor. A három sárgája azon a 8 meccsen, amin pályára lépett. Most is villantott egy kis keménységet. Kupai most tápászkodik föl, nincsen komoly gond. Kaszab aztán érkezik és elnézést kér. Szívós. A nyaka fáj Kupainak. Eleteperték. Terjék. Mint ha hetek óta nem együtt futballoznának, körülbelül olyan érzése van néha az embernek. Pap. Kupai szépen elfejeli Bartók elől. Székely ki akart bújni, aztán megfogta. Nagyon láttam akkor Seres kezét. Kifelé jár a szabadrugás. Jászárok szálláson a tavaly idény kezdete előtt történt edzőváltás. Szerdahelyi Gábor érkezett Kaszab Gyula helyére. Szerdahelyi korábban Heves megyében volt edző. A Markasz kispadját cserélte a Jászárok szállásaira. Idén is onnan erősített javarészt. Újra Székely ellen szabálytalankodnak, és most már nagyon szeretnénk egy sárga lapot kiharcolni. Szénási játékvezető, mintha az öltözőben felejtette volna a lapokat. Csak szabadrugás ez is. Bukowski. Kapu elé, veszélyes. Papvéd határozott volt, ki sem jött a kezéből. Újabb balé. Széke is oda megy, aztán hőzöngeni. Hát remélhetőleg nem csúszik ki az irányítás. Aztán lábbal, hát ebből egy nagyon csúnya végjáték lett, és még csak a 20. percben járunk. Hát erre semmi szükség. Mindenki reklamál, mindenkinél Kupai újra a földön. Csak egy sárga. Sári Csaba kapja. Azért Orosz István sem szokott ilyen vehemensen reklamálni. Oda megy hozzá Kaszab is. Neki már az előbb is volt ügye. És még csak 0-0 az állás. Jó lenne az indulatoknak egy picit lecsillapodni, és le kellene hűteni a kedélyeket. Nem lenne jó, hogyha Szénási Gábor játékvezető kezéből kicsúszna az irányítás, már pedig egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy kifog. Ne
a kis kakaskodás végeredménye egy sárga lap és egy karcagi szabadrugás. Hát azért ennél jóval többet is ki lehetett volna osztani most. Szent Annai. Erdei elé, nem tudott lőni. Aztán kivágják, Szent Annai megmenti. Szívós Gyula eladja, kaszap tovább, Petrányi, ő Hájosnak. Az elmúlt napok esőzései azért a pályán is hagytak egy-két nyomot. Az pedig most a játékosok mezén, néhányan már igen sárosan. Jó a beadás, jön Fekete, és nem tudja kirúgni kaszab a kezéből, megpróbálta. Kellett a határozottság. Kaszab, Erdei tart rá. Csontzene. A 24 éves Jászárok szállási annyi bizonyos, hogy nem lesz nagy haver Karcagon. Kocsis. Kapkodunk. Most talán mindenki átgondolja a pályán is az elmúlt percek történéseit. Terjék! Újra ő. Szent Annai. Becsúszó érkezett Petrányi, és azért nem olyan jól. Remek labda, Székely! Nem tud elmenni a kapus mellett, sőt előtte még ő volt szabálytalan. Székely is feszült. Kellenek a higgadt fejek. Sári. Szent Annai és Kotka. Terjék. Mehet tovább a játék. Mindenki rugdos mindenkit. Hát ilyen hozzáállással és ilyen irammal bizony hosszú lesz, amíg hátralévő 65 perc. Kocsis. Csinál egy cselt, aztán fönnakad. Okosan lefaltoltatta magát. Székely. Orosz. Csúszós pályán elment a labda Erdei lába alatt. Kocsis határozottságával visszaszerezzük. Nem a helyzetek dominálnak eddig, annál inkább a kőkemény mezőmunka. Rendesen megdolgozzák egymást a felek. Szívós. Orosz. Szent Annai. Kupai. A leghátsó Karcagi most. Bukovszki befelé cselez, még egyet tovább. Elég sokan szorongatják, az a végül, hogy Nagy Ferenc szerel.
szívós. Nem az első és nem is a második ilyen labdája, ami jóval az ember mögé megy. Így rendre vissza is kell lépni. Szent Annai. Terjék szabálytalan. Kovács Ádám gyorsan elvégzi a szabadrugást. Kovács volt az egyike azoknak, akik Markazról követték Szerdahelyi Gábort jászárok szállásra még 2015 nyarán. És hát itt is alapembernek számít. Bukovszky. Kovács. Na hát ezért alapember ő. Remekül szerelt. Az NB2-es és NB3-as múlttal is rendelkező 30 éves Beck. Orosz. Szent Annai tovább. Aztán egy lökés. Test a test ellen. Petrányi volt szabálytalan. Szent Annai. Ő fogja majd elvégezni a róla befújt szabadrugást. Kotka odaáll, fogja a rövid oldalt. Középen nagy a tömörülés. Szent Annai. Jól tekeredik, ott a fejes is. Erdei azonban nem talál kaput. Most jártunk talán a legközelebb eddig a gólhoz. A legnagyobb helyzet továbbra is. Hályos lökete. Erdei mellel leveszi, aztán pedig esernyőből tovább Kupainak. Nincsen szabálytalanság. Kupai belöbböli középre. Sári lefejeli. Nagyon kevesen voltunk ott. Szívós. Terjék. Elszórjuk, Bartók, lendületből mehet két védőre. Még mindig ő, Orosz becsúszva, elpöcköli előle. Szent Annai aztán szépen szerel. Kazab Ádám meg úgy érkezik, ahogy már megszoktuk, hogy érkezik. Bukovszky túl magas volt neki a labda. Terjéket ellöki Sári, lenn is marad a fejét fájlalva. Kotka. Apró szabálytalanság. Most talán oda lehet menni megnézni, hogy mi van Terjékkel. Ellenőrizte, hogy nem vérzik a feje. Kemény fából faragták. Karcagi szabadrugás. Kovács fejel. Hosszú indítás. Túl hosszú Hályosnak. Szívós. Terjék inkább elpasszolt a Szent Annai elől.
Nagyon keveset mozgunk labda nélkül, Erdei. Nem rossz emelés. Ott van még Kupai, nem tudja átfejelni a kapuson. Ahogy kell, fölhúzott lábbal érkezett Pap. És túl közel ért hozzá Kupai Krisztián. Kovács. Seres, Tari. Kaszab. Hosszan indít, Kocsis pedig egy picit elalszik. Hányos mögé kerül. A fölpörgő labda viszont nem csak föl, de ki is pörgött. Nyászárok szállási szöglet. Kanyarodik rosszul, Erdei emelkedik a legmagasabbra és kifejeli. Hányos pedig visszalépve magasba bólintja ezt a labdát. Na mikor esik le? Most. Kupai nagyot kap. Ez sem lap. Most már ez nem meglepő. De annál inkább bosszantó. Jó néhány figyelmeztetés ott lapul a játékvezető zsebében, ami nem került kiosztásra. Erdei menne Seres mellett. Bedobással jöhet a karcag. Petrányi. Ajándék labda volt, vissza is adta a Kocsis, lövésre biztatják. El is engedi, magához szorított kezet talált. Szent Annai elfekteti az embereket. Kupai. Ő bead, és hálót talál. De csak fölülről, lecsúszott a lábáról. Így lett majdnem jó. Kovács hazapattan a fejéről Paphoz. Bartók, nem nagyon tudtam erre a labda. Most már tudomásul veti, hogy a karcagnál. Bartók is Gyöngyös tarjáról érkezett tavaly nyáron. Egyébként Markozon is megfordult. Tavaly 11 gólt rugott, most 8-nál jár. De a Magyar Kupában 4 meccsen is beköszönt 4-szer. Elölő a húgzó ember. És hát azért az jól látszik a játékán, hogy miért. Annak ellenére, hogy ez egy jól megtermett csatár. Viszonylag robbanékony. És pattannak le róla a védők. Helyzetig ma még nem jutott. Túró asszisztens
jelzése szerint a vendégek jöhetnek, Szívós Gergő azt mutatja, hogy ő már pedig rárúgta az ellenfélre. El kell fogadni a döntést. Seres. Kovács. Erdei nem járt sikerrel a lerohanással. Ha csak egy fél siker, nem nevezhetjük azt, hogy azért így még nálunk marad a labda. Orosz. Szent Annai. Lukoszki kis hiány megelőzi emberét. Erdei meg picit csúszkál. Sári. Szent Annai szépen szerez labdát. Terjék aztán picit elbambul. Legalább mi mehetünk egy taccsal. Bukovski, ő sem tudja lekezelni, de majdnem kihasználja a védők bénázását. A kapus és Kovács egymásra várt. Székely, jó labda Kupainak, ez gólhelyzet, és Paf véd nagyot. Állva maradt Pap. Az eddigi legnagyobb védése a kapusnak. És talán hasba rúgták. Önfeláldozó védés közelről. Jó erős lövést teresztette Kupai Krisztián. Lehet, hogy beszorult a levegő. Közben azt mondja a szerdai vezetőedző, hogy Kotka sérült. Már a meccs korai szakaszában is többször megkérdezte tőle, hogy tudja-e folytatni, és hát úgy néz ki, hogy most jön a pillanat, amikor már nem. Még az első fél időben le fogják cserélni. Orosz kibelsőzi. Szénási játékvezető pedig most veszi tudomásul, hogy bizony vált a évélyese. Kudelka Viktor érkezik Kotka helyére, és ahogy mondtam, sérülés miatt. Kudelka is most 9. alkalommal áll be csereként a szezonban, mindössze egyszer kezdett a 23 éves játékos. Most azért viszonylag sok időt kap. Sári. Szent Annai szépen áll elé. Terjék. És most talán egy kis terület. Erdei. Hiányzott a gyorsaság. Így, ez nagyon csúnya volt. Kovács nyújtott lábbal Szent Annait, Orosz pedig aztán leütközi Kudelkát. Újabb forró pillanatok. Orosz nagyon dühös, ő kapott egy lapot a taktikai szabálytalanságért, mert hát nem csak taktikai jellege volt, annak kicsit tekintélyt akart parancsolni egy kőkemény nyújtott lábas Kovács belépő után. Szent Annai lemaradt. Egy fél idő alatt két tömegjelenet is, azért nem ezt szoktuk meg. Egy emberként a karcagi kispad érkezett reklamálni. Erős, hogy mindenkiért!
kicsúszott az irányítás. Nagyon paprikás hangulatú, nagyon kemény meccs. Kupai. Terjék. Erdei egyből lepörgött. Hosszú indítás Nagytól egészen Feketéig. 42. perc vége, továbbra is 0-0 a Karcag Jászárokszállás meccs. De aki az eredményt látja és azt hiszi nem történt semmi, az rosszul gondolja. Helyzet nem sok volt, azért a félidő végére már ébredeztünk. Vitás döntések, kemény ütközések, sportszerűtlen megmozdulások, viszont annál több. Bukovszki, nem tudják megrúgni. Szent Annai, Orosz, ő meg nem tudja lekezelni. Pap. Hát lehet, hogy nem jön rosszul majd a szünet. Játékvezető lehet, hogy majd hosszabbít is egy picit. Hát, hogyha az edzők beszélnek a fejekkel. Seres. Bartók le tudja fejelni oldalra, Bukovszki. Terjék. Meghajtja Kovácsot. Szent Annai csak Sári elé fejeli. Orosz. Szívós Gyula. Erdei maga elé engedi. És ez most nem volt rossz labda Székelynek, aki aztán elhagyja. Hájos. Mintha egy picit a nyakával tette volna maga elé. Szívós Gergőről pedig nem megy ki. Kovács most nyújtott kézzel taszít egy méreteset Erdein. Most már azért sem fog lapot adni, alig, ha nem. Felföldi elengedi Erdeit, nem volt les. Csak éppenséggel a labda túl hosszú és túl gyors. A rendes játékidő pedig letelik az első félidőben, a játékvezető pedig elkéri a labdát papkapustól, és véget vet annak, amit láttunk. Hát egy gyors, hájos helyzet a mérkőzés elején, ami még futballra emlékeztetett minket, aztán sorozatban jöttek a durvábbnál durvább belépők és értetetlen játékvezetői ítéletek. Szerencsére mikor már ez alább hagyott, a karcagi helyzetek is érkeztek, Erdei, Kupai, valamint Bukovszki jó voltából, a legnagyobbat talán Kupai hagyta jól ki. Jól tekeredik, ott a fejes is. Pedig újra kakaskodásé a főszerep. Sok mindent láttunk, valamit kipihenni, reméljük egy hasonlóan mozgalmas második félidő vár még ránk, tartsanak velünk.